tisztában vagyok vele. Neki évről évre csökken a fizetése. Nem az alapfizetése, hanem ami azon felül jön az alapfizetés, a zárlat fizetés alatt van a békosság alatt. Én tiszta vagyok mindenben. És végre a fiatalok fölállnak, és azt mondják, hogy nem kérnek ezekből, akik itt vannak, akik hatalmon vannak, a saját zsebüket tömik, híznak, a mi pénztárcánkon híznak, mindenkivel kicsesznek, de mindenkivel, önökkel is, nem csak velünk, önökkel is. Csak önök nem szólalhatnak föl ellenem, mert önök akkor parancsszegést követnek el, fogalma nincs, mit követnek el. De végre nem veszik észre, hogy végre a fiatalság föláll. Föláll és azt mondja, hogy ebből elég. Elég volt ebből. Nem kérünk ebből tovább, mert mi itt szeretnénk élni, és nem akarunk elköltözni, nem szeretnénk emigrálni. Mi nem vagyunk ügynökök, nem vagyunk soros ügynökei, hogy bármi ilyesmi. Mi tényleg itt szeretnénk élni, mert mi szeretjük a hazánkat. Ténylegesen szeretjük a hazánkat. Itt vannak a barátaink, itt van a családunk. Itt születtünk, itt szeretnénk élni. De ellehetetlenítették azt, hogy mi itt éljünk. Volt értelme.